Üdvözlet mindenkinek, 2023. június 25-e van, itt a Yahoo útja csatornán, és Gábor megkeresett egy e-mailben különböző hittel, spiritualitással kapcsolatos kérdésekkel, és én érdekesnek találtam azt, amit írt, illetve azt a nézőpontot, amit ő felvázolt, ezért úgy gondoltam, hogy talán hasznos lenne, hogyha tudnék vele beszélgetni, és így most én át is adom a szót neked, Gábor, aztán arra kérnélek, hogy röviden, ha esetleg bemutatkoznál, amit szeretnél, hogy tudjanak rólad, illetve a másik az, hogy röviden, hogy miért is kerestél meg, mi volt a te elképzelésed ezzel. Jó, szervusz Roland, üdvözlök mindenkit. Gábor vagyok, innét Magyarországról, és a keresztény ateista vita csoportban láttam egy videó felvét, vagyis hát egy videót, amiben egy ateistával beszélgettél, és több ponton úgy láttam, hogy valamilyen szinten két parton megreked a vita. Hogy se az ateista, se a vallásos nem találja meg azokat a közeledési pontokat, vagy talán nem is keresi, ami ezt a két álláspontot közelebb vinné. És arra gondoltam, hogy ugye, mint ahogy a többi ember, én is keresem az élet értelmét, hogy elhelyezzük magunkat, hogy elhelyezzem magamat a világban, tehát ez a bölcseleti kérdés engem is foglalkoztatott, hogy honnét jöttünk, hová tartunk, és hogyha már itt vagyunk, akkor alapvetően mi a célunk, mi lenne a feladatunk. És akkor ezzel eljátszottam a gondolattal, mi lenne, hogyha egyszer létrejönne egy ilyen beszélgetés, és ezeket a hát részint zárt gondolatokat meg tudnám osztani másokkal is. Röviden ennyi lenne a... Értem. Mi az, ami szerinted ott abban a beszélgetésben mondjuk a legnagyobb szakadék volt? Mi volt a legnagyobb probléma, ha ugye, úgy tetszik? Az ateisták, tehát azok, akik nem fogadják el a nem látható, tehát a transzcendenst, ők folyamatosan azzal jönnek, hogy nem tudjuk, nem tudják, tehát nem tudjuk bizonyítani, mert én sem vagyok ateista, hozzáteszem. Nem tudjuk bizonyítani. Tehát empirikusan nem tudjuk bizonyítani mondjuk Isten létét, egy felsőbb intelligencia létét, vagy nevezzük akárminek, tehát ez a én mindig úgy gondolom, vagyis úgy a véleményünk az, hogy Isten a fogalom. Hogy ezt a fogalmat ki hogy tölti meg, ezt azért látjuk, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül is mindig valahogy változott, és jelen pillanatban is másként tölti meg egy ateista, holott az ateista azt mondja, hogy nincs Isten, akkor nem értem, hogy miért tölti meg a fogalmat egyfajta valamivel. És a vallásos pedig csak úgy tudja, vagyis aki hívő, csak úgy tudja bizonyítani, hivatkozik a szentiratokra. Igen. És megpróbál hivatkozni olyan közvetett bizonyítékokra, amik ténylegesen a hívő számára konkrét, az ateista számára viszont rendkívül közvetett, vagy egyáltalán nem alátámasztható. Tehát az ateistának, ha mérni lehet, ha van súlya, hossza, beszélni lehet vele, akkor elfogadja, nem, akkor számára nem létezik. És ennek a feloldására gondoltam, hogy... És akkor mi az, mi a megoldás szerinted? Mert lehet, hogy most az én itt a transzcendensnek nézem a definícióját, hogy az a tapasztalat, a tudományos megismerés határain túl eső, anyagi világtól különálló, érzék feletti, természet fölöttinek tartott vagy hit dolog ez a transzcendens. Akkor én, ha jól értem, akkor te nem egyfajta biblikus világnézetből közelíted meg ezt a kérdést. Jól értem?
Is. Tehát én nagyon sokat használom a Bibliát, mert volt egy osztálytársnőm, és ő, amikor vitatkoztunk, akkor mindig felhívta a figyelmemet, hogy tessék a Bibliára hivatkozni. És akkor én azóta elég sokat hivatkozom a Bibliára, hogy alapvetően, tehát a Szent Könyvre, hogy alapvetően itt, ott ez is ez van, tehát megpróbálom alátámasztani, hogy nem csak én találtam ki, hanem ezt mondjuk ez egy olyan szemtkönyvben van, ami a világon a legtöbb fordítást megérte, ha jól tudom, és a legtöbb példányszámban van, és nem lehet mellőzni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy alapvetően ez egy mese, ahogy például egy-két ateista. Miért ezt, nem? Vagy mi a lapján mondod azt, hogy nem lehet? Először is azért, mert nem tartom véletlenszerűnek az életet. Nem tartom, tehát ha belenézek a természetbe is, mivel hogy elég természetközeli életet élünk, maga az a csodálat, az a csoda, amit a természet közöl velünk, amikor kinézek az ablakon, mint ahogy most is, és látom a fa leveleit, tehát hogy ahogy mozgatja a szellő, ahogy szimbiózisban vannak maga a levegő mondjuk a fotoszintézissel, tehát a széndioxid, az állatok, tehát én készítettem kecskesajtokat, és voltak kecskéim, és sokszor elvittem őket legelni. Yeah. És szenzációs volt látni, ahogy a csapat, ugye, megvoltak az úgy, volt egy sentinel, úgy hívtam csak, a sentinel, tehát aki figyelt, és bármilyen zajra felügyelt, és amikor az már komolyabbá vált, akkor a többiek is figyeltek. Tehát, hogy aki ezt figyelmen kívül hagyja, hogy az állatban is lehet valami, én úgy tartom, hogy az emberré válás útján, tehát az emberből, tehát visszafejtve, mert érez, mert szerény körülmények között talán gondolkodik is, és felhasználja a tapasztalatait. És akkor ez, akkor inkább azt kérdezem, hogy ha jól értem, arról beszélsz, hogy úgy az a bizonyíték rá számodra, hogy létezik valamiféle, akkor ez olyasmi, mint egy intelligens tervezés, az a fajta elmélet lenne, de tegyük fel, hogy olyasmi, akkor ez, amiről például beszél az írás, beszél rómaiakhoz, amikor azt mondja, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és maga az istensége, az a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, ez lenne igen, a bizonyíték? Igen, tehát egy vallásos olvasatában ugyanazt jelenti, mint az én olvasatomban. Tehát nincs különbség. Annyi, hogy más szóhasználattal fejezzük ki, vagy fejezem ki. De ugyanazt a csodálatot érzi ő is, amit én. Tehát csak más szempontból. Tehát állunk egy autó előtt, te a jobb oldalt, én a bal oldalt, kicsit másként látjuk, de autót látunk. Más szempontból. Tehát a lényeg és a lényegiség ugyanaz. Tehát ugyanazt látjuk más szempontból, szemszögből. Másként is vizsgáljuk, hisz mindenki egyedi, ugye? Mindenki egyedi teremtett lény. Tehát yeah. Alapvetően amikor azon gondolkodunk, hogy gondolkodunk. Például a gondolat. Hogy tudsz reflektálni saját gondolatodra, amikor, ha az ateistát veszel, akkor azt mondja, hogy te a gondolat az te vagy. Hát de, hogyha te vagy a gondolat, akkor önmagadat nem tudsz úgy reflektálni, ha csak nem próbálod magad egy kicsit kihelyezni magadból, hogy tud szemlélni önmagad. Mert ha nincs viszonyítási alap, nincs viszonyítási közeg, akkor nem tudsz önállóan önmagadról. Okay. Tehát igen? Egy gondolat, az, igen, csak hallgat. Az előzőre, akkor
Hát lényegében egyetértünk abban, hogy fogalmazzunk úgy, hogy a teremtő az Igen. a világot úgy alkotta meg, hogy abból ő megismerhető legyen. Ez így van, ebben egyetértünk. Meg sőt, az tükrözi így az van, ő így nagyszerűségét. Van, És így van. Akkor most az az én kérdésem, hogy a te elgondolásod szerint ez a teremtő hogyan tudnád felvázolni mondjuk röviden egy olyan fél perc, egy percben, hogy mi ez szerinted, hogyha nem az az Isten, fogalmazzunk így, amire én azt gondolom, ez a Bibliából ismeretes spirituális lény, fogalmazzunk ilyen módon. Szóval én úgy képzelem el, hogy ahogyan az írások leírják őt, az Isten, ő a teremtő. Most azt érdekel engem, hogy te akkor miként írnád ezt le, mert van egy csomó fajta elmélet, mint például, hogy egy holografikus univerzum, akkor csak egy erőtér, akkor egy nagy közös tudat, és ez az egész csak egy virtuális valóság, vagy egy számítógépes szimuláció. Mi az, ahogy te elképzeled ezt a teremtő erőt, vagy magát a teremtő? Mindenféleképp távol helyezkednék ettől az újfajta technikai megnevezésektől, a holografikus meg és a többi, mert számomra nem ez a lényeg. Egy picit kiterjed... Itt vagyok, igen, bocsáss meg. Közben kopogtak, igen. Tehát én egy picit széthúztam a kereteket, mert sok dologra nem kaptam választ, és egyik oldalról sem. Tehát ugye, és azt gondoltam, hogy mindenféleképp az alkotó, az a megalkotott mindenséget úgy alkotta meg, hogy abban az alkotót, az alkotott mindenféleképp felfedezze, és mindenféleképp eljusson arra a pontra, hogy is mondjam, tehát hogy meglássa azt, amit kell. Mert ha én elrejtem önmagam, akkor felmerül a kérdés, hogy ténylegesen alkotó vagyok, mert az alkotó mindig több, mint az alkotott. Tehát az alkotott sosem válhat alkotóvá, csak egy bizonyos részként. Tehát az egésznek az alkotott a része. Hát, bocsánat, ha úgy értelmezzük, hogy alkot úgy, mint hogy a semmiből létrehoz valamit, így értelmezzük az alkotást, akkor attól még az alkotott, az lehet alkotó, ha az alkotó felruházza azzal a képességgel, vagy hatalommal, vagy egyáltalán felruházhatja, hogy képes legyen alkotni. De most a mi esetünkben ugye ez nem így van, hisz mi nem tudunk létrehozni a semmiből valamit. De még mindig egy kicsit hagyj, térjek vissza az eredeti kérdésre. Szóval miként képzeled el ezt a teremtőt? Mi a legjobb, legegyszerűbb módja, hogy leírd azt nekem? Tehát milyen, érthető? Milyen formában, igen. jellegű azokkal a szavakkal, amiket én ismerhetek a... Vagy egy átlag hallgató ismerhet a világból. Hogyan képzeled el te ezt a dolgot? Hogyha valami hasonlatosságot tudsz, akármilyen alternatívát, amit ismerünk, vagy egy példát esetleg, bármit. Jó. Tehát az elméletünknek az egyik hát vitatott pontja, hogy mi kicsit panteistán képzeljük el, és tudjuk magyarázni az összefüggéseket. Az evolúciót ugyanúgy fenntartjuk, de megfelelő keretek között. A teremtést, ugye teremtsünk embert, Adam Kadmont, azt ugyanúgy fenntartjuk. A kettő között hoztunk egy párhuzamot, ami úgy működik. Ugye az evolúciót Darwin, amikor tehát leírta, ő közel 300 pontban mondja, hogy ez csak egy elmélet, mondjuk nem is az ő konkrét elmélete volt, és hogy majd a jövő bizonyítja ezt. Na most, hogyha nézzük a fajokat, nincs a fajok között átmenet. Tehát akármennyire is akarnak
az ateisták ezzel próbálkozni, nem működik, nem megy, mondják, hogy mert mutáns, meg és a többi, de hát a mutánsnál alapfeltétel, hogy legalább minimum egy hím és egy nőstény egyed legyen, ugyanúgy, mindenben ugyanúgy, ugyanúgy mutálódva, hogy azt tovább vigye. De akkor még mindig ott van az egyéb szórás, hogy valamelyik elhullik, és a többi, és a többi. Tehát mindenféleképp meg kell találni az evolúciós folyamatban, vagy nem meg mindenképpen, de bizonyíthatóan meg lehet látni Isten művét. Amikor ugye egy faj elvégezte a fejlődési fokozatát, ez a mi elméletünk, akkor ugye kap egy új ruhát, egy új feladatot, és újra megy a fejlődésen, ahogy az iskolába. Tehát egy első osztályosnak nem fogunk adni másodfokú egyenletet, először tanuljon meg összeadni, és a többi, és a többi. Majd amikor a fejlődési, tehát az az iskola, mondjuk az első osztálynak vége, akkor utána megy másodikba. Másodikba már egy új helyzet áll elő. Aztán gimnázium, főiskola, tehát egyetem, és a többi, így tovább. Valahogy, hogy ezt a fejlődést így gondoljuk. Alapvetően... Akkor, bocsánat, hogy kérdezzek. Igen? Akkor, ha jól értelmeztem, maga az Isten kép, vagy ez a... Igen, az Isten kép, a vallásos hozzáállás, vagy az életfilozófia, ez egy panteista elgondolás, miszerint Isten mindig, mindenben jelen van, egyfajta mindent átható erő ő. Ez így van, jól értem? A lényeg. És az evolúció... Így van, a lényeg. Értem. Tehát most akkor még felmerül a kérdés, hogy akkor mi módon hozta létre, igen, a teremtést, hogy mi, például akkor menjünk vissza annak a kezdetéhez, hogyan képzel, mert értem, hogy van egy ilyen evolúciós vonulat is benne, hogy a fajnak van, ha jól vettem ki a szavaidból, a fajnak van egy szerepe, és akkor az mondjuk mint egy teknős béka, az fejlődik, vagy él, és aztán kifut, vagy tovább fejlődik? Erre hát gondoltál? Kifutja a fejlődési stádiumot, tehát kap egy időt, hogy kap bizonyos feltételeket, iránymutatásokat. Mi úgy mondjuk ezt, hogy a mindenségnek van négy alapfundamentuma, négy abszolútuma. Az abszolút törvény, az abszolút rend, az abszolút igazság, és ami ezt az ölébe és a kelyhébe és támogatásába tartja, ez az abszolút szeretet, ez fejlődteti. Mert a három első dolog a statikus. A szeretet ez egy dinamikus dolog. Uh-huh. És a mindenség nem képzelhető el másként, csak dinamikusan. A dinamizmus az pedig egy fejlődés. Tehát ha nincs fejlődés, akkor a statikus állapot, és abban a pillanatban összeomlik. Tehát megszűnik. Mármint megszűnik mi? A mindenség. És ez erre mi a bizonyíték? Tehát honnan szűr... De inkább még... Oké, menjünk akkor, igen, bele ebbe. Szóval mi a bizonyíték arra, hogy ez így van? A maga a természet. De folyamatosan megújul, folyamatosan fejlődik, és látsz egy komplex fejlődést. Itt van előtted a maga a fejlődés. Látod az állatokat, látod az embert. Hát azt látom, hogy olyanok, amilyenek, de magát az átmenetet, igen, ahogy mondtad, azt nem látom. Szóval azt így csak van, hozzá gondolom, hogy létezik ez az evolúciós fejlődése a bizonyos fajoknak egyik szintről a másikra, de azt arra nincsen bizonyíték a senkinek, hogy ez valóban megtörtént, ezért hát lehet, hogy mint ahogy van, a teremtő egyszerűen csak így hozta létre ezeket, és nincsen ez a fajta fejlődés, amiről ők beszélnek, meg hogyha jól értem, valamilyen formában most te is utalsz rá. Erre, hogy létezik egyfajta ilyen fejlődés. Ugye, mint már említettem, ez egy ilyen kis saját, a feleségemmel kidolgozott, zárt elmélet. Tehát ezt ritkán tudjuk megosztani másokkal, mert mi elég régóta dolgozunk, én elég régóta dolgozom ezen világos. Az egészen, mivel hogy voltak kérdéseim, és az se az ateista, se a vallás nem tudta
rendesen Igen. kitárgyalni. Tehát és akkor, amikor elkezdtem olvasgatni, elkezdtem hát kutatni, nem kutatni, hanem utána járni dolgoknak. És számtalan olyan dologgal találkoztam, ugye a tudomány perifériáján inkább, ahol olyan dolgokat vetettek fel, ami lehetőség, de mondjuk szembe ment az általános tudománnyal, én szobatudósoknak szoktam csak mondani, vagy annak a dogmatikának, ami keményen jellemzi mondjuk némelyik vallást, és én azt gondoltam, hogy az arany középútnak meg kell lenni, tehát nem mondhatja egyik fél sem, hogy csak azért. Most mondok egy egyszerű példát, tehát hogy az ős boom, tehát ez a Big Bang, vagy hogy mondják. Igen. Tehát, hogy egyszer csak nem, tehát nem volt semmi, egyszer csak lett egy nagy durranás, és abban a pillanatban elindult ez a folyamat, aminek most éppen látjuk a Na én ez lett volna a következő mostját. Kérdésem egyébként, hogy akkor hogy kezdődött szerinted az egész? Szóval mi volt ez a teremtő dolog, ez a teremtő erő, fogalmazzunk így, mert akkor én nagyjából ezt szűrtem le, hogy erről van szó. Ez hol létezett, és akkor hogy kezdődött el az egész élet? Mi volt a kezdete, és akkor milyen módon jutottunk el oda, ahol most vagyunk? Ugye, hogy kialakuljon ez a rendszer, ahhoz abban a pillanatban, amikor ez az ateisták, vagyis egyesek szerint ez a nagy ősboom vagy megtörtént, akkor alapvetően minimum 22-24, vagy lehet, hogy sokkal több fizikai állandónak kellett abban a pillanatban ott meglenni. Igen. Ami valljuk be őszintén a valószínűség számítás szerint is hát elég lehetetlen, tehát abban a pillanatban. Tehát sok-sok idő ennek el kellene telni, hogy ez létrejöjjön, vagy az élet létrejöjjön. Tehát az anyagi világból alapvetően úgy, ahogy ezt az ateisták képzelik, úgy nem történik meg az élet kialakulása. És tehát akkor mit gondolsz te, hogy kezdődött el az egész? Szóval mi a te elképzelésed arra, hogy ez az egész elindult? Hogy gondolod te, hogy ez kezdődött? Mindenféleképp ugye nem következmény vezérelt a mindenség, hanem célvezérelt. Tehát, hogy van egy célja. Mert ha nincs cél, akkor nincs, tehát ha nincs gond, egy elgondolás, tehát ha nincs egy cél, nincs egy terv, akkor mi működtetné a dolgokat. Tehát jó, a és akkor mi a cél? Is valami, a cél, az pedig a fejlődés és a fejlődtetés. Mert alapvetően, tehát hogyha mondjuk megismerkedsz ugye a szent könyvekkel, a Bibliával, akkor ott is van egy cél, hogy eljuss teljes tudatban és teljes belső megértésben az Istenhez. Mert amikor elkezded, akkor még vannak, hogy mondjam, tehát akkor még nincs meg a teljes képed. De van egy irányultságod, van egy célod, hogy te szeretnéd konkrétan megérteni, és konkrétan tudni, és teljes terjedelmében átélni, megélni egy vallásos életet, de ahhoz sok-sok dolog kell, szükséges, hogy mondjuk például a mindennapi életedet úgy alakítsd. Mert nem biztos, hogy megkaptad a szüleidtől, a környezettől, és a többi, világos. Azt a csomagot, amire neked mondjuk szükséged van, amit te szeretnél. És akkor te Ezért elfogadod... mindenféleképp, igen? És akkor te igen? elfogadod azt, hogy az a módja ennek a fejlődésnek, ami le van írva a Bibliában, vagy van egy alternatív módja ennek? Ami a Bibliában a fejlődésről kevés gondolatot tudtam kihámozni, vagy legalábbis számomra kevés volt érthető. Tehát mindig oda csúszott, hogy de hogyha veszem a világ népességét, a populációt, akkor alapvetően mondjuk, hogyha vesszük a kereszténység, judaizmus, tehát a három ábrahámi vallást, akkor nem üti meg azt a
azt a szintet, azt a számszerűséget, amire én úgy gondolom, hogy na jó, van egy bizonyos százalék, aki hát a futottak kategóriája, vagy hogy mondjam. Igen. Hanem azt látom, hogy például a keresztények között is, aki mondjuk ténylegesen tudja is, hogy mi az, amiben ő hisz, az a kereszténységnek szerintem nem több 1%-ánál. A többiek azok vagy így, vagy úgy, vagy azért, van benne egy belső indítatás általában a vallásosokban, de hogy azt kidolgozza, az kevés. És akkor még és egyszer, hogyha, igen? És hogyha konkrét kérdéseket teszel fel, akkor ott meghaltak. Akkor még csak én engem érdekelni, meg akarom tudni, hogy igen? Az istenkép, ez egy erő. Ez csak, ha úgy meg tudod mondani, hogy igen vagy nem, az nekem elég most. Ez egyfajta erőhatás, vagy nem is tudom, csak valamit... Lényegiség. Lényegiség. De hogyan, akkor hogyan, tehát mi módon kreál valamit? És hogyan kezdődött az egész? Mert ugye ez volt a kérdésem az előbb, csak kicsit elkanyarultam igen. tőle. De mi volt az elejét? Tehát miből indul ki az egész? Na, és hogyan, mi módon? Miből indul ki, és mi módon lesz az egész? Tehát lett egyből az, ami van, mint a Bibliában, vagy mint a nagy, az a Big Bang, és akkor abból kifejlődött. Hogyan indult el, mi volt az elején, és milyen módja van a fejlődésnek? Az elméletünk szerint, tehát mind a nagy robbanás, az köthető mondjuk egy vallásos vonulathoz, amit ugyan aztán később eretnekségnek vettek, ezt már beszéltük, ez Origenész, tehát a mindenség önmagába visszatérő ciklikus folyamat. Tehát amikor, és a másik pozíciót, az emanációt, azt a Rigvédákban találtam meg, ahol azt írja, mert több teremtéstörténetet olvastam el, azt hiszem, ha jól emlékszem, 16-ot, hogy valamit kihámozzak ebből az egészből, mert csak úgy, hogy csak lett, és csak azért, hogy én jól érezzem magam, most elnézést, hogy ilyen vulgáris vagyok, ez számomra túl kevés volt. Ha. És az, hogy a semmiből egyszer csak lett valami, hát az meg még kevesebb. Ez az emanáció, arra gondolsz, hogy valamiből származik, hogy kiered, úgy érted ezt? Kiáradás. Igen, az emanáció a kiáradás. Ugye a Rigvéda azt mondja, amikor az egy önmagából kiárad. De akkor ez az egy... Az egy önmagából kiárad. Ez hogyha hogy mondjam, nagyon vulgárisak vagyunk, akkor majdnem azt mondhatjuk, hogy amikor Isten megteremti a világot. Mert ha az én zsebemben csak 2 forintos van, akkor semmi más nem tudok kivenni belőle, csak 2 forintost. A mindenható, a teremtő, Isten, ő csak azt tudja létrehozni, ami önmagában van, önmaga lényegiségét, és semmi más. És ez az Isten milyen lény, tehát ez egy akkor, nem, most lehet, hogy én vagyok értet. Milyen létforma? Igen, engem ez érdekel. A létformája maga a mindenség. Tehát itt jön be, amit említettem, a panteizmus. És a mindenség az létezett már mikor, tehát érted, az istenségből árad ki a mindenség, értem. Vagy a mindenség, mert a mindenség nem lehet az Isten, ha a mindenség még nem létezett egy ponton, és ő teremtette. Ha viszont teremtette, akkor előtte kellett, hogy legyen valami. Most ez a nagy kérdés, hogy mi volt akkor, amikor nem volt még az, ami most van, ha volt olyan állapot? Igen, ezen én sokat gondolkodtam, mert ugye egyszer csak lett, hogy teremtsünk embert és a többi. Igen. Tehát ahhoz, hogy tehát számomra felfoghatatlan, hogy tehát a semmi is felfoghatatlan, tehát én azt nem tudom felfogni, mert nincs róla információm. Tehát ami nincs, arról nincs információm. Tehát a számomra nem létezik, nincs. Akkor nem is tudok róla
Semmit, tehát semmi megfoghatatlan. Akkor nem tudjuk a te elgondolásod igen. szerint, hogy mi, mert nem baj, szóval nem, tehát én csak érdekel, és ezért hát kérdéseket persze. kell feltennem. Tehát nem tudjuk, hogy mi az, ami volt, mi az a legkorábbi pont, amitől már tudjuk, hogy mi volt? Hát a legkorábbi pont, én ezt egy kicsit úgy kitoltam, tehát a ciklusokra toltam ki. Jó. Mert ugye amikor az, tehát az egy, tehát nevezzük Istennek. Jó. Hogyha nincs benne mozgás, nincs benne dinamizmus, akkor nincs. Tehát, és ezt honnan tudjuk? Tehát az onnét tudjuk, hogy te sem létezel, hogyha valamit nem csinálsz. Hát attól függ, hogy... akkor is csinálsz valamit. Amikor azt mondja valaki, hogy gondolatmentes állapotban van, akkor is gondolkodik. Tehát akkor is, tehát az úgy néz ki, a test a hardware, a lélek, a gondolat, az pedig a szoftver. És egy tehát kő? A test önmagába, igen. És egy kő? Egy kő. A kőbe, hogy mondjam, olyan elemi mozgató van, ami majd eljuttatja az evolúció során egy mindig magasabb pozícióba. Tehát ahogy látjuk, hogy az élő széttöri a követ, belehatol a repetésekbe, ahogy a fagy szétrepeszti, ahogy a gránit majd előbb-utóbb évmilliárdokon keresztül megenyhül, aztán majd kialakul az élet, mert ezt ugye látjuk az erodáción, látjuk a falevelek, amikor lehullanak, ezt a körforgást, hogy ad életet az élet. És akkor ez a kő, ez nem élő, de egy ponton majd a jövőben az lesz? Élő lesz. Élő így lesz. Van. És de úgy, hogy erodálódik, por lesz belőle, és aztán az így a por, az valami más élőlénybe bekerül, és úgy azt felépíti annak a szervezetét. Így gondolod ezt? Igen. Vagy igen, úgy, igen, hogy a kő igen, át, tehát a kő nem fejlődik egy magasabb tudati szintre, aztán lesz belőle egy mit tudom én mi. Ez egy hosszú folyamat, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát, hogyha megnézed a mindenséget, ugye a mi univerzumunk, most kicsit matematika, a mi univerzumunk áll a 10 a 24-dik, de beszéltem egy sráccal, ő azt mondta, hogy 10 a 30, jelen tudományállása szerint 10 a 36-on számú égitest van a mi univerzumunkban. Na most ez hozzávetőlegesen annyi, hogyha egy számítógépet vagy valamit rávennénk arra, hogy számolja már össze ezt a mennyiséget, akkor körülbelül, hogyha másodpercenként 10 milliárdot tudna összeszámolni, akkor olyan 30, vagy több mint 30 évre lenne szüksége. Na most ez olyan szinten felfoghatatlan számomra, hogy nagyon. Na most az univerzum elhelyezkedik egy omniverzumban. Tehát a tudomány már odáig eljutott, hogy ebbe az omniverzumban ugyanennyi számú univerzum van. És van egy rossz hír, hogy van egy multiverzum. Igen. Most ez számszakilag felfoghatatlan, értelmezhetetlen, hogyha azt veszem, hogy csak itt a Földön lenne élet, és csak itt a Földön lenne értelmes élet, de ugye a Bibliában az van, amikor Jézus azt mondja, hogy és az én atyámnak még ezen kívül több háza van. Ugye? Igen. Emlékszel, Új Szövetség? Tehát, hogy több háza van, tehát ő konkrétan mondja, hogy tehát nem csak itt van neki dolga. Tehát a mindenségnek, a Jóistennek nem csak itt van dolga, hanem hát ez hanem azért egy elég szabad értelmezése annak a bibliai szövegnek, az omniverzumból eljutni oda, hogy ő azt akarja akkor mondani, hogy elmegy egy másik univerzumba. Most annyit csak ezzel kapcsolatban. Nem. Világos, tehát... csak azt akarom, hogy ez amiről beszélsz most, ez az omniverzum, meg univerzum, igen. meg ezek, ezt nem tudjuk, hogy ez így van, hisz honnan is tudhatnánk. Ezt mondják. A tudomány ezt állítja. Így van, na, szóval tehát nem tudjuk, ezt csak azt tudjuk, amit ők mondanak. Most egyszerűbb így talán, van. Hogyha itt maradunk,
Igen? Itt maradunk a Földön. Ez Igen. a kő, akkor hogyan, mi módon alakul át? De inkább visszamegyek még megint csak oda, hogy miből is kellett, indult ki ez az egész. Mi volt a kezdeti stádium, ahonnan kiindult a jelenlegi világ? Ez a Föld, nem a többi más, mert azt nem tudjuk, hogy van-e, csak azt tudjuk, hogy mondják. Amit tudunk, az az, hogy a Föld az létezik, meg a halak, meg a stb. Miből indult ki ez az egész? Hogy képzeljem el mi a te elgondolásod arról, ha nem az, hogy azt mondta, hogy és legyen világosság, és elválasztotta a mennyezetet, de feltételezem, hogy nem így. Ha nem így, akkor hogyan, és szerinted mikor kezdődött el ez? Ha időt lehet hozzátenni. Mikor, és mi volt a kezdeti állapot? Azt mondják, hogy a Föld körülbelül 4,5 milliárd éves. Na most a Biblia ide vonatkozó részei, azok pontosan beleillenek abba a koncepcióba, amit már próbáltam taglalni. Tehát ugye 70 millió, tehát azt látjuk, hogy az archeológia a számos olyan tárgyi bizonyítékhoz hozott a felszínre, ami azt mutatja, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk például a piramisok hogy épültek, nem tudjuk megmondani, hogy Luxorba talált diorit edényeket hogy készítették, nem tudjuk megmondani a mai technikai fejlettségünkkel, nem tudjuk ugyanazt megcsinálni, mint például Puma Punkuba. Nem tudjuk a gránitba olyan mélységű koronafuratot készíteni. De azt tudjuk, hogy a Föld az 5 Igen. milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Hát azt nem tudom, én nem tudom, én csak arra hagyatkozom, amit úgy gondolom, hogy nálam okosabbak mondtak, de azt mondta a tudomány, hogy ennyi. Ezek az emberek, azok az emberek, akik, én abszolút a tudomány teljes és totális hatalma ellen vagyok. Nem csak azért, mert én hiszek a Bibliában, hanem azért is, mert szerintem, amit állítanak, az összefüggéstelen. És amit most mondasz, az egy nagyszerű példa erre. Szóval, ha nem tudják, hogy 2000 évvel ezelőtt ezek a dolgok hogyan alakultak, akkor honnan tudhatnák, hogy 5 milliárd évvel ezelőtt mi volt? Ami egy logikai következetlenség. Ez az egész hozzá. Szóval, ha nem tudom, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, honnan a fenéből tudnám, hogy mi történt 5 milliárd évvel ezelőtt. Ezért hát én ezt nem fogadom el. És mondhat, aki akar, amit rám ezért, hogy én akár mi is vagyok, de ez az, ahogy én látom. És ha te ezt elfogadod, így nekem van, nincs azzal semmi bajom, pillanat, nekem nincs azzal semmi Igen. bajom, csak akkor azt akarom megérteni, hogy szerinted akkor nagyjából elfogadhatjuk azt az időperiódust, amit állít a tudomány, hogy 13,8 milliárd évvel ezelőtt volt a Big Bang, és akkor a Föld kialakult nagyjából 3-5 milliárd évvel ezelőtt, és azóta formálódik, és az élet meg elindult, azt nem tudom pontosan, hogy mikor, a semmiből, vagy hogy ez a modell, ami szerinted elfogadható. Tehát hogyha visszatérünk az időre, uh-huh. Ahogy azt sem tudjuk, hogy amit a Biblia állít, hogy az tényleg 2000 évvel ezelőtt volt-e, vagy Jézus születése ugye ott pontosan sem tudjuk, azt se tudjuk pontosan, hogy hol. Hát azért ez ennyire nem igaz, de nincs meg a fotóalbuma a születéséről, de azt tudjuk, szóval nem tudjuk pontosan. Vannak bizonyítékok arra, hogy ő létezett. Igen, közvetett bizonyíték. Úgy értem, hogy én hallgattam Richard... és tárgyi bizonyíték. Én hallgattam Richard Dawkins-t, ezzel kapcsolatban Richard Dawkins azt mondta, hogy azt ő sem vonja kétségbe, hogy Jézus létezett, csak azt vonja kétségbe, hogy ez a karakter úgy viselkedett, ahogy a Biblia leírja. De egyébként ebben nagyjából mindenki egyetért, hogy a karakter Jézus létezett. Szóval azért 2000 évre visszamenőleg tudjuk, amit tudunk. De legalább erről vannak összefüggő írásos emlékek, amik korokon átívelnek nyelveken, földterületeken, és mind következetesen ugyanazt mondják, ami egy elég jó bizonyíték még egy bíróságon is.
De arra, hogy 5 milliárd évvel ezelőtt, és nem a te nézetedet akarom ezzel most lerombolni, csak azt mondom, hogy de arra viszont semmiféle bizonyíték nincs, csak az, hogy elhisszük azt, hogy ezek visszanéznek valami távcsőből, és akkor ott van egy vörös törpe, meg egy fehér óriás, meg egy akármi, és akkor feltételezhetjük, hogy az a gáz, buborék az. Érted? Szóval arra csak ezek a bizonyítékok vannak, míg a Biblia azért ennél erősebb lábakon áll. Így van, tehát ezt aláírom, tehát ezek a milliárd évek is feltételezések. Így van. A 2000 év ugye közelebb van hozzánk, mondok egy másik megközelítést. Itt, ahol én élek, itt alapvetően nagyon-nagyon régi település szerkezetek vannak. Tehát van egy hegység, mecsek, patak kifolyás, tehát víz, és a lankás rész, ahol ugye mezőgazdasági tevékenységet lehet folytatni. Az összes település itt, hogyha veszem, minden egyes ilyen település szerkezetre épült. Na most, amikor vannak nagyobb esők, hordalék, és a többi, tehát itt, amikor a kicsi házat építettük, édesapámmal számtalan cserépedény, pattintott kőeszköz, meg ilyeneket találtam, amit alapvetően akkor kinevettek, meg mondta apu, hogy hát rakjuk el, mert hogyha ez más fülébe jut, akkor itt az biztos, hogy nem fogunk építkezni jó pár tíz évig. Uh-huh. És amikor találkoztam Nagy Viktóriával, ugye őt ismered? Nem. Tessék? Nem. Nem? Hát nem, ott tanított a Szólán. De én a Pécelen tanulok a adventista főiskolán, nem tudom, hogy mi a Szól. Ő tanította nekünk tehát a világvallásokat és az Ószövetség egy bizonyos részét, és akkor vittem neki egy marék ilyen dolgot, amit itt találtunk ezen a területen, és mondta, hogy igen, tehát ő járt ki, mert az, ha jól emlékszem, az eredeti foglalkozása ilyen archeológus volt, vagy ilyen történelem szakos volt, és jártak ki ásatásokra, és azt mondja, volt olyan, amikor egy ilyen kisvárosi múzeumban az igazgató levitte őket az alaksorba, kiúzott egy fiókot, és ott olyan tárgyakat mutatott, amit nem lehetett beilleszteni az akkori történelem folyamatára. Meg a mostaniba sem. Most ilyen számtalan hever a Földön, de ugye én saját tapasztalatomból, ugye ástam itt kint a hátul az almafának a helyét, és egy bizonyos réteg, tehát megvan a Föld rétegződése, tehát hogy rétegződik. Igen. És egy azt hiszem egy méteres mélységbe találtam egy tűzrakó helyet, tehát az elszínedődéseket, a rétegeket, és találtam egy marokkövet, ami mai napig is megvan. Igen. Ugye számomra ez nem olyan nagy durranás, mert hát tudom, hogy mi van, édesapám bányász volt. És akkor és csak hát az időre tekintettem, mi a következtetés ezekből a dolgokból, szóval mi az a következtetés, amit levontál ebből? Tehát az, amikor a természet változik, tehát esők, erodálások, tehát amikor nézel egy földréteget, és látod ott a rétegződéseket. Igen. És akkor ugye ha ilyen 80-100 évre nézed, vagy erre-arra, és bizonyos rétegekben bizonyos dolgokat találsz, ugye a C14-es karbonkormeghatározási módszerrel most már helyjel közzel ugye erre hagyatkoznak. Hát én nem tudok másra hagyatkozni, csak ezekre a közvetett dolgokra. Aha. És ugye ezt vannak olyan vallási nézetek, akik ezt kétségbe vonják. Hát ez nem csak a vallási nézet vonja kétségbe, ezt a C14-es izotópos vizsgálatot, ezt a tudomány sem állítja, hogy ez 100% pontoságú, de ettől függetlenül, mint ahogy semmi a tudományban nem 100%-os pontoságú, hisz ha az lenne, akkor minden csak egyszerűen megmondanának, hogy ez így van, vagy úgy van, de nem azt mondják, hanem azt mondják, hogy talán ez így van, meg majd esetleg a jövőben kiderül, hogy mégse így lesz, meg
stb. Szóval nem állítják ők sem, hogy tévedhetetlenek, csak valahogy mégis ez él az emberek fejében, hogy a tudomány az egy ilyen tévedhetetlen dolog, ami mindent tud. De akkor amit kihámoztam ebből, az az, hogy elfogadod azt, hogy van egyfajta teremtő erő, ami létrehozza az univerzumot, ami egy dinamikus modellre épül, szóval minden mozgásban kell, hogy legyen, és ez nagyjából annyi idős ez a rendszer, mint amennyi ideje mondja a tudománynak a egyik ágazata, hogy ez 13,8 és többi, és többi. Szóval nagyjából elfogadod azt, hogy az evolúció elmélete is úgy, tehát úgy alakult ki az ember, azt a fajta evolúciót, hogy először volt a semmi, aztán lettek ezek a élettelen tárgyak, és utána az élettelenből lett élő, egysejtű, és akkor tovább fejlődött. Ez a nagyjából a te elgondolásod erről? Igen, igen. Annyi kiegészítéssel, hogy tehát én nem tartom a lineáris történelem szemléletet, hogy valaminek van kezdete, és akkor ezáltal van vége, hanem én ezt, ahogy már említettem, egy dinamikus, önmagába visszatérő folyamatnak nevezem. Ebben az állapotban képzelhető el az ős, a Big Ben is, amikor egy minőségi ugrás történik, aztán újra megvalósul a kiáradás, és egy újabb korszak veszi kezdetét. Én ezt gondolom, tehát, és úgy tartom, hogy az emberi történetben is voltak korszakok. Ugye sokan, tehát főleg a vallásosak között nem fogadják el az asztrológiát, tehát nem a bulvár asztrológiáról beszélek, hanem magáról az asztrológiáról. De azt kénytelenek elfogadni, hogy befolyással vannak a bolygók az emberre, sőt az emberi életre is, akár csak azt a pici kis holdat vesszük, és ugye húsvétot is azt gondolom asztronómiai szempontból számolják ki, ugye a húsvét napját. Igen. Azon kívül a Bibliában több olyan utalás van, hogy is számolták ki Jézus születését, tehát hogy milyen bolygó összeállások vannak, és ha nem csak az emlékezetem, akkor ennek a számítása alapján mondták azt, hogy nem nullába, hanem vagy 5 június környékén, vagy 7, tehát időszámításunk előtt 5 vagy 7-be valamikor ott lehetett az a bolygó összeállás, amit ugye amit említ a Biblia, vagyis legalábbis utal rá. Tehát én azt gondolom, hogy semmit nem szabad csak úgy elvetni, tehát ahogy szokták mondani, hogy kiöntjük a fürdővízzel a babát is. Igen. Tehát mindent úgy szem előtt kell tartani, és akkor egyszer csak valami összeáll. Ez a fajta megközelítés, amit te képviselsz, ez egy ilyen szinkretista. Így van, ez egy pontosan. Így van, ez egy szinkretista elgondolás, ráadásul még a klasszikus formában, ugyanis ez tulajdonképpen mindenből átvesz egy bizonyos mennyiséget, és kialakít egy új fajta elgondolást, ami lényegében nem is új, csak valamelyiknek egy ilyen alternatív ágazata, de én úgy hallom, hogy ez főként távol-keleti hinduizmus a lényegében, hisz ha jól értelmeztem, ez az emanáció, illetve ez a körkörös életfelfogás, vagy ciklikus, ez onnan ered. És ráadásul még a tudománnyal is házasságot kötött valamelyik évtizedben ez az elgondolás, hisz a Big Bang, az evolúció, bár ez nem idegen a összes vallástól, szóval én nem azt akarom mondani, hogy ez nem létezett, de akkor jól értelmezem, hogy ez lett a vége. Akkor most már az a kérdésem, hogy mi a te életednek a célja ebben az élet filozófiában, vagy mi az, amiért él az ember egy olyan elgondolásban, ahogyan te a hétköznapjaidat vezeted? Picit visszatérve a megállapításodhoz, annyit korrigálnék, tehát én nem tartom
elég idősnek tartom a távol-keleti életfilozófiákat, viszont egy megrekedt pozíciónak tartom, majd egyszer elmondom azt is, hogy miért. Egy megrekedt pozíciónak tartom, ezt látjuk. A modernebb és a jobb és a számomra tökéletesebb áttekinthetőség azt én a kereszténységbe találtam meg, tehát vagyis hát a katolikus, tehát ebben a Bibliában találtam meg azokat a dolgokat, amit én el tudok fogadni. És a fejlődést azt én mindenféleképp tartom, tehát nem tartom a lineális történelem szemléletet, egy folyamatot tartok. És az emberi életre is van egy érdekes dolog, és majd fogok idézni. Ugye az ember, amikor számunkra, tehát a mi megfogalmazásunk szerint, amikor az ember ugye tehát kilép az állatvilágból. Ugye, hogyha veszed most jelen pillanatban a Földet, akkor minimum 33-35 olyan közösség van a Földön, csoport, aki még kőkori állapotban van, őket nem is szabad bántani, tehát meg se szabad közelíteni, nagyon-nagyon távolról vizsgálják. Tehát amikor az ember kiválik az állatvilágból, és hát nem válik ki, hanem emberré lesz, akkor én úgy gondolom, hogy a teremtésben új feladatot kap és új ajándékot. Az ajándék az ön tudatra ébresztés, igen. Ego sum, tehát én vagyok. És honnan jön az ajándék? A feladat. Ez meg a feladat. Hogy mondjam, nevezük Istennek, teremtőnek, alkotónak. Ez a nagy tudat lényegében. Hát legyen az. Hát tudat kell, hogy legyen. Mert... meg a fogalmat. Hát akkor mi? Hát tudatos dolognak kell lenni mindenféleképp, és amikor a feladat az pedig az, hogy az ember megismerje ezt. Mit? Amiről beszélsz. Ezt a tudatot? Hát magát a... Így van. De hát... Isten megismerje, a transzcendens megismerje, elfogadja, és éljen vele. Jó, várj egy pillanat. Szóval akkor igen. Ez a tudat hozza létre ezt az embert, meg mindent, és az a lényeg, hogy megismerjük a tudatot. Funkcióját, értelmét, lényegét. Igen, de mi az? Ez az életnek, ez az ember életének az értelme, hogy ezt kiismerje. Honnan tudjuk meg az információt róla? Az ismeret honnan származik, ami megmutatja, hogy ez milyen ez a nagy közös tudat vagy erő, ami mindent irányít. Hol található meg az információ, az ismeret? Ez bennünk adottként úgy hívják, hogy a priori. Ez a Kanti a priori, de ezzel foglalkozott Jung is. Ez a úgynevezett, ő tudatalattinak, tudás előttinek, vagy tudatalattinak, hogy is mondja Jung, kollektív tudattalan, vagy, tehát van egy információ, amivel senki nem tud úgy pontosan mit kezdeni. Kant is azt mondja, hogy a priori, tehát, hogy honnét döntjük el, hogy valami szép vagy jó. Ahhoz kell lenni adottnak, hogy amikor belenézünk a világba, hogy a mihez képest, és ez a mihez képest, ezt kaptuk. Mert ha nincs a mihez képest, akkor mi ezt önállóan nem tudjuk kialakítani. Tehát ugye Locke azt mondja, azt hiszem Locke-nak az elgondolása volt ez a tabula rasa, tehát a tiszta lappal indulunk, ha most mit írsz a tiszta lapra, hogy nincs ceruzád? Tehát amikor létbe érkezel, akkor megnézel egy csecsemőt, tehát nem tudok neki mit tanítani, mert ha a nulláról érkezik, akkor nincs, ami befogadja, nincs a mihez képest. Ezért kell lenni az a priorinak, egy kapottnak. Ez egy és olyan, ez mint egy ilyen standard operációs rendszer, mint a DOS a számítógépen, hogy tudjam használni az internetet, meg ilyesmit.
Igen, valamilyen Egy szinten, ilyen de... alap, egy nagy közös alap ismeret csomag, amit minden, amivel minden ember születik. Hát igen, valami ilyesmi. Ne, ha mert nem, máskülönben ha nem, nem akkor tudod mi? Működtetni a dolgokat. Hát Nem de, tudod másként működtetni. Igen, végül is sosem így belegondolok, nem tudom. Hát egy csecsemő aztán növekszik, persze komplex nevezzük az. Lélek, nevezzük léleknek. Mert ugye abban megállapodhatunk, hogy azért minimum van dichotómia. Tehát nem úgy, ahogy hogy test és lélek? Tehát test és lélek. Tehát van egy hardware és van egy szoftver. Én hát azt gondolom, hogy... Legalább van kettő, persze a Biblia szerint számos van még ezen kívül, de hogyha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor test és lélek. Valóban... Pál írja, hogy vigyázzatok a szellemetekre, a lelketekre és a testetekre. Hogyne, hát azért mondom, hogy legalább kettő, de... Dikotómia van. Így van. Igen, hát igen, meg ugye, hogyha ha jobban belemegyünk, akkor van még maga az élet, van még a Isten lehellete, ami megeleveníti az embert, szóval van egy-kettő még azon kívül, de igen. És akkor ez a lélek lenne az, ami tartalmazza az elgondolásod szerint azokat az ismereteket, amikkel mindenki megszületik alapból. Igen, és a személyre szabott. Akkor még ráadásul az egyéniségét is adja valami már születéskor. Így van, így van. Ez csak egyszerűen fizikális öröklődés, mint genetika, úgymond? Nem, vagy ez... nem, az a test, az a test. Az, az a fizikális burok, az a ruha. És akkor, az a ruha. De az meghatározza azért, hogy mire kép, mert akkor, sőt, hát akkor az a trikotómia, amiről beszéltél, ez van a igen. Test, van a fizikális, van a mentális, és van a spirituális, a mentális dolgok, meg hát akkor még van azon kívül a kognitív képessége az embernek, ezeket mind külön vesszük, ezeket szerezzük, vagy ezzel születtünk. Mert ugye az, hogy hát mennyire tudom felhasználni azt, amivel rendelkezek, annak egy része az fizikális, hiszen hogyha mit tudom én, egyszerűen csak az idegrendszere valakinek lassabb, most ez primitív példa, de lassabb, mint egy másiknak, akkor a gondolkodása annak lassabb lesz, úgy fog tűnni, mint ha ostobább, miközben az információ rendelkezésére. Nem de? Igen, én ezt úgy gondolom, hogy tehát ezért is mondtam azt, hogy mekkora különbségek vannak itt a Földön ember és ember között. Tehát, hogyha ezt azt veszem egy abszolútum, tehát egy abszolút Isten, aki mindenható, akkor felmerül a kérdés, hogy akkor ő miért kapta azt? Én miért kaptam ezt? Valaki miért, meg és miért akkor lett miért? Mondjuk Claudia Schiffer, és a többi, és a többi. És akkor szerinted miért? Vagy sorolhatnám. Mit gondolsz? Hát én erre kerestem a választ, és én arra gondoltam, hogy ez egy fejlődési stádium. Az, hogy valaki Claudia Schiffer. De azt a fejlődést egy életen belül nem tudom elképzelni. Akkor, na ezt akartam nekem... kérdezni az előbb. Akkor ezek szerint te hiszel a reinkarnációban is? Igen. Aha. Pontosan na... majdnem azt tudom mondani, hogy tudom, mert nem egy ilyen jellegű saját belső élményem volt. Tehát ami engem segít és elindított, azok a misztikus élmények, amit csak én éltem át, csak én érzek, vannak emberek, akik hasonlót átéltek, de ez mind egyedi, ahogy beszélgettem velük. Világos. És erre mondhatja valaki azt, hogy mit tudom én, kognitív diszonanciába szenvedek, vagy és a többi, és a többi. Hát van azért azon kívül még alternatíva, de kognitív diszonanciát mondjuk, de egészen a spektrumnak mindkét oldalán, de az eszedben jó, akkor voltak ilyen tapasztalásaid, amik igen, úgy igen. Tűnnek, minthogyha azok régmúlt életek lennének. Nem, 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 nem ilyen, nem, nem, nem. Akkor régi ismeretek régi életekből? Nem, 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 nem. Akkor egy példát mondjál, légy szíves, röviden. Tehát olyan
amikor egy belső hang megszólal benned, hogy de bocsáss meg, hová mész? Aha. Hát te nem halsz meg. Te nem halsz meg. Úgy, mint ahogy a Mózes első könyvében a kígyó mondta, hogy bizony nem haltok meg, erre gondoltam. Nem. Tehát alapvetően, hogy rendelkezel egy halhatatlan lélekkel. A test változik, és rendelkezel egy halhatatlan lélekkel, ami nem a tiéd, hanem csak kaptad. De tiéd, mert te vagy. Mert szubjektív. Akkor, amikor te gondolkodsz róla. Egyébként meg objektív, mert nem mondhatod azt, hogy nem objektív, hisz van, létezik. A lélek meghal azt, a test, a lélek viszont újjászületik egy másik testben. Azt most hagyjuk, de az a Bibliában is, az Új Szövetségben is 27 olyan rész van, ahol utalnak rá. De Jézus is azt mondja például a preegzisztenciánál, ugye, amikor a tanítványaikról beszél, azt mondja, hogy mielőtt te lettél, én már kiválasztottalak téged. Igen. Mondjuk ez nem azt jelenti, amikor azt mondja saját személyéről, amikor azt mondja ugye a Jézus preegzisztenciájánál, hogy én előbb voltam, mint te lettél. Hát ezt el is fogadja mindenki, hisz ő persze. Isten szava, szóval ő egy speciális dolog. Így van. Tehát, hogyha a tanítványok, akiket ő kiválasztott már mielőtt leszületésük előtt, akkor rendelkezni kellett a lélekkel, aki a testbe öltözködik. Vagy egyszerűen csak előre tudta, mint ahogyan van, egyszerűen csak az Isten, fogalmazzunk így most, vagy hívjuk így, Isten előre tudta, hogy mi a világ története, és ebből valamennyi információt kapott az ő szava. Hisz ő végül is Isten szava itt, szóval ő kommunikálja azt, amit Isten tud. Ezért hát tudta előre, hogy mi lesz abból az emberből. Ez az egyik, még csak egy dolog. Héberekhez írja 9:27, hogy mert adott az embernek, hogy egyszer meghaljon, és utána az ítélet. Szóval ez alapján úgy tűnik, hogy az ember nem születik újra és újra. Már hogyha a Bibliát elfogadja valaki most, akkor ezt a részét már a Bibliának nem fogadod el, hogy létezik egy ítélet? De elfogadom az ítéletet, csak én kitolom ezeket a határokat. Mert ugye azt mondja, amikor az Új Szövetségben, amikor vakon született, kérdezik a zsidók, hogy hát de most kivétkezett, ő vagy a szülei? Azt mondja, egyik sem. Igen. Isten dicsőségére van ez. Pontosan. Most ezt lehet magyarázni úgy is, hogy most ő miért kapta ezt már úgy, amikor megszületik vakon? Mire fel? Csak azért, hogy Isten dicsőítse? Igen. Vagy azért, hogy megmutassa azt, hogy Jézusnak a beszédeit nem csak egy szinten szabad értelmezni. Mert ugye emlékezz rá, tehát Jézus van, amikor beszél az 500 emberhez, másként beszél, vagy 5000 emberhez, másként persze. beszél, mint a belső tanítványi körbe. A belső tanítványi körbe mindig átadja a lényegiségét, és azt az erőt, amivel a tanítványok úgymond furcsa szóval őszintén az ő szintjén át tudja adni különböző népeknek, különböző fejlettségi fokú embereknek. Mert ha nem így lenne, akkor nem lenne értelme. Persze, az üzenet nem változhat. A Biblia is több rétegű. Ez az üzenet nem változhat. A lényegiség, nem az üzenet, a lényegiség nem változhat. Hát, a lényegiség. Mert ugye azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Egy igen. lényegűek vagyunk. Tehát így van, hogy egy lényegűek vagyunk. Nem egészen azt mondta, hogy egyek vagyunk, úgy, mint hogy egy egység. Az, egyek vagyunk. Az, hogy egy lényegű, az ugye... A lényeg is. Igen? Az, hogy egy lényegű, az ugye... Az egy vitatott kérdés még a kereszténységen belül is. Most az, hogy elfogadták, hogy az eretnekség, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem egy lényegű, az nem azt jelenti, hogy nem úgy van. Szóval a Bibliából leszűrni azt, hogy Jézus és Isten egy lényegű, ami azt jelenteni, persze most akkor meg kell beszélnünk, hogy mit jelent az, hogy egy lényegű, de ha az már arra gondolsz, az ja, hát igen. Ez már teológiai. Így van. Szóval, hogyha azt gondoljuk, hogy, de visszatérve erre, amit, hogy több szinten lehet értelmezni. Több szinten lehet értelmezni, viszont úgy nem lehet értelmezni, hogy abból aztán az jön ki, hogy
az a különböző értelmezési formák az egymásnak ellentmondó üzeneteket hordoznak. Úgy nem tudod értelmezni, mert akkor az csak elveszi az egész biblikus könyveknek a lényegét, és a lényege ezeknek az, hogy a különböző korszakokon keresztül tolmácsolják a teremtőnek az üzenetét az emberiség számára, ami soha nem változott. Engedelmeskedj nekem, és az életed nagyszerű lesz, és örökké élsz. Azért gondoltam, hogy tehát ne menjünk be a teológiai vitákba, mert akkor ugye az egy más platform. És ugye tehát ezzel a most visszatérve egy rövid tehát a preegzisztenciára, tehát amikor Jeremiás könyve 10-23, amikor Jeremiás, hát nem azt mondom, hogy panaszkodik, de mondja, hogy hát nem vagyok utaimnak a felelőse, hogy azt nem én igazítom. Yeah. Azt mondja pontosan, hol van, itt vagy. Tudom, uram, hogy az embernek nincs hatalmában az ő útja, és egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza maga lépését. Igen. Jeremiás 10:23. Uh-huh. Persze a most nem olvasom el a környezetét, pedig azt is kellett volna. Tehát, hogy számtalan olyan utalás van a Bibliában, ami arra engedtet következtetni, hogy vannak benne olyan információk, amit bizonyos szint felett az embernek meg kell, hogy értsen. És visszatérve... És ez bocsánat, ez a 10:23, amikor azt mondod, hogy egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését. Mi az, ami következtetést te ebből levonsz? Ott van 24. Fenyíts meg engem, uram, de mértékkel, nem haragodban, hogy szét ne morzsolj engem. Aha. Tehát, hogy ha nem ő a felelős a lépteiért teljes mértékben, természetesen van egy saját önálló szabad akarata, mert különben akkor bábuk lennénk, yeah. De ha ő ebben a szabad akaratában nem úgy közlekedik, hogy azért az úgy mondom, a Szent Könyv értelmében, akkor segítsen a Jóisten, hogy helyes útra segítse valamilyen úton, módon. Tehát nekem ez az olvasat jön le belőle. A másik pedig a személyre vonatkozólag, ugye azt még elfejtettem elmondani, vagyis hát kimaradt, hogy ugye megkapjuk a feladatot és a képesítést erre, tehát az ajándékot, yeah. Viszont az utolsó stádiumban van egy nagyon fontos dolog. Azt pedig úgy hívják, hogy az ön tudatosságra ébredés. Tehát akkor, amikor én a dolgokat tudottan teszem, mert ugye úgy áll a Bibliában, hogy ha valaki a bűnt tudottan követi el, igen. Akkor sokkal, sokkal magasabb, mint hogyha tudatlanul, tehát nem ismerte meg azt a dolgot, amit ő rosszul csinál. És akkor most idézném Vörös Sándornak de Profundis egy pár sorát. Rendben. Kóbormacska szívja csibevérét. Ennek halálkínját, annak éhét egyben szenvedem. Van tovább is, csak ez egy kedvenc mondatom, mert iszonyatos mély értelmű számomra. Tehát amikor látom a világ folyásait, megértem, és
és tudatossá válik bennem a dolog, hogy mit szabad, mit nem, vagy mi lenne a dolog, amit szabadna és mit nem, yeah. És akkor látom, hogy a természetben a kóbormacska megeszi a csibét. Hát milyen rossz, milyen csúnya dolog ez? Elveszi az életét. Hát attól függ, hogy közelítjük meg, de igen, értem, amit mondom. Így van, közelítsük meg humánusan. Viszont a következő sorban azt mondja, hogy mind a kettőnek a lényegiségét belül értem már. Tehát értem, hogy ő elveszi az életét, mert ez a fejlődés. Tehát van tovább is, hogy és mit tudom, életet cserélünk. Érdemes elolvasni a verset, és én nagyon sokat, a mai napig is pedig már 15 éve ismerem, vagyis hát azt hiszem, ja, 14 éve ismerem ezt a verset, 15 éve, azóta mindig visszatér, és mindig mond valami újat számomra. Még egy dolgot megkérdeznék, ez lenne az utolsó, így ez alkalommal, ami érdekelne. Azt mondod, hogy milyen rossz, hogy a macska megeszi azt a csibét. Miért? Igen. Csak belül élem annak. Tehát ez egy természetes folyamat. Mert különben ugye ez a szerkezet, ez a földi szerkezet úgy van tehát megszerkesztve, tehát ahhoz, hogy a biológiai testedet fenntartsd, természetesen a szellemedet is fent kell tartanod, a lelkedet, szoftvert, ahhoz tanulnod kell, ismerkedned, tapasztalnod kell. A biológiai test ehhez a ruha, a hardware, azt is rend kell tartani, étkezni kell, energiával kell ellátni. Na most ugye azt mondja a Biblia, hogy és néked adom eled elől a, nem tudom pontosan idézni, a maghozó... Hozó füvet. Tehát, hogy a gyümölcsöt. Mesterem, fát is. És ez nagyon fontos, magát a gyümölcsét a természetnek, a gyümölcsét. Aztán majd a 9. fejezetben mondja, hogy ha már ilyen rosszak, meg gonoszok voltatok, akkor legalább ne egyétek meg a, mit tudom én, a vízre hullott állatot, vért ne ígyatok meg, és a többi, és a többi. És visszatérnék az előzőhöz, tehát én nem azért lettem vegetáriánus, mert mit tudom, sajnálom az állatot. Hanem pontosan azért, is, legfőképpen, amikor megértettem, és akkor vált tudatossá bennem, és akkor már akkor átalakulóba volt az életem, tehát, hogy újkori módon mondjam, hogy minél kevesebb lábnyomot, minél kisebb lábnyomot hagyjak magam után, tehát minél kevesebb... Miért? Úgy értem, hogy miért probléma a pusztítás? Azért probléma, mert önmagamat látom benne. Pontosan ez a vers részlet, amikor is egyben szenvedem. Egyben, itt belül szenvedem. Amikor megértem a folyamatot. Vagy csak saját magad miatt problematikus ez az egész? Arra nézve, amit benned okoz. Hát, de a környezetemre is probléma. De hát úgy értem, hogy miért ne lehetne pusztítani, miért ne lehetne az esőerdőt kivágni, pálmafát ültetni, azt olajat termelni belőle, miért probléma az? Hát, mert akkor is az alkotó alkotta. Én úgy gondolom, hogy probléma, én egyetértek, csak mégis hogyha ez az alkotó, ha úgy sincs ítélet, ha úgy sincs következménye annak. De van ítélet. Tessék? Mindennek, minden ítélet alá esik, de nem az az ítélet alá, hogy jogilag vagy és a többi, hanem mindenki önmaga szám, hogy is mondjam. Mi a következménye akkor inkább úgy kérd? Szóval, ha meghalok, reinkarnálodok az idők végezetéig, mert ugye azt hiszem úgy van, hogy visszafele a karmától függ, de én primitív vagyok ezen a szinten, de valami a karmával van összefüggésben. Azt hagyjuk, az a távol-keleti életfilozófia. És akkor mi a te életfilozófia? Szóval mi az ítélet a te elképzelésed szerint? Mert azt akarom kihozni belőle, hogyha nincs következménye a dolgoknak. A reinkarnáció, de van. A reinkarnáció. Az ember itt szerintünk 3-5% szabad akaratot kapott, mert a fejlődést ez mutatja. Pontosan azért ilyen keveset, mert hogyha összeadódnak a bizonyos rossz gondolatok, akkor átcsordulhat, és önmagát káoszba fordíthatja. Ezért van az abszolút törvényrend, igazság, és
maga a fejlődtető, az pedig a szeretet, a kegyelem, a kegyelmi állapot. Mert egy szülő sem akarja elpusztítani a gyerekét. De akkor, amikor oda megy a kályhához és figyelmeztet, hogy vigyázz, mert meleg. Vigyázz, mert meleg. De amikor látja, hogy akkor is meg akarja fogni, akkor elrántja, vagy ugye kap egy atyai pofont, ugye ezt a Biblia is idézi, az atyai pofon, az atyai figyelmeztetés. Amikor már nem hat a jó szó, ugye ezt látjuk, hogy van, aki még nem tér meg annak után sem, hogy egy csomó olyan információt kap, más meg azt mondja, igen, látom, igen, ez számomra jó, ez kedvező, akármennyire is lemondással jár, és nem tehetem meg azt, hogy elveszem a másét, elveszem a mit tudom én, anyagi javait, visszaélek a helyzetemmel, és a többi, és a többi. És ugye egyszer beszéltünk, azt hiszem veled beszéltünk a fordításról. Amikor írtam a szakdolgozatomat, akkor volt egy kérdés, vagyis hát a védéskor, van egy ilyen parancs, hogy ne ölj. És az eredet, tehát a héber fordítás, vagy ha teljesen pontosan akarjuk fordítani, akkor az van, hogy ne legyen neked ölésed. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és számomra rendkívül elgondolkodtató, hogy kapsz egy hát parancsnok, dekalógusba, egy parancsnok hívják, de nem pusztán azt mondja, hogy ne ölj, hanem neked a gondolatodba sem legyen meg ez. Tehát éld az életed úgy, hogy fel se merüljön, hogy valakit valamiért neked el kelljen pusztítani. Tehát nem csak pusztán a cselekvésre, hanem maga a gondolati háttérre is. Arra utal hát, az eredet. Amit szöve. Persze utána kifejtett a maga a messiás a hegyi beszédben részletesen meg utána számos alkalommal, hogy aki úgy gondol a fele barátjára, az már igen, meg is igen. tette, szóval ezt kellett volna nekik tudniuk. Oké. Okay. Rendben, Gábor, én köszönöm az időt, amit rászántál. Azt hiszem, hogy elég lesz megemészteni mindenkinek, amit hallott, meg átgondolni, és viszont nekem még van számos kérdésem, például a törvénnyel kapcsolatban, a kegyelmi állapot, szeretet, ítélet, következmények, de már elhúzódna, és jobbnak látom, hogyha egy új beszélgetés, hogyha tudjuk egyeztetni, akkor lefolytatnánk. Úgyhogy én köszönöm neked az időt, hogy rendelkezésre álltál, és akkor megállapodunk majd, hogy mikor, hogyan, és akkor folytatnánk. Átadom a szót, hogy elbúcsúzz, és én ezzel elbúcsúzom mindenkitől, aki itt volt. Köszönöm a figyelmet, és arra kérek mindenkit, hogy osszátok meg a videót, lájkoljátok, hogy több emberhez eljusson az üzenet, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Hát én is köszönöm a beszélgetést, és búcsúzom mindenkitől, aki esetleg veszi a fáradtságot, és meghallgassa. Annyit szeretnék csak mondani, hogy ez egy egyedi, szubjektív elmélet, viszont talán arra jó, hogy erről is egy kicsit az ember tudjon beszélni, és elgondolkodni rajta. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot. Köszönjük, minden jót. Halleluja.